A 18 éves Bonyhádi Havasi Kristófnak egészen kicsikora óta élete része a muzsika. Nagyapja a Bonyhádi Zeneiskola tanára volt, édesapja pedig szaxofonozott, így szinte magától érthetődő volt, hogy ebben az irányba folytatja majd a tanulmányait. Miután egy budapesti konzervatóriumban leérettségizett, egy ismerőse hívta fel a figyelmet a Nemzeti Tehetségközpont Stipendium Peregrium ösztöndíjára, aminek köszönhetően felvételt nyert egy brüsszeli elitiskolába. Az idei tanévet 23 tehetséges diák kezdheti meg a külföldi egyetemen, köztük Kristóf is. Nagyon sok, nagyon sok élményt, sok barátot szeretnék szerezni. Már voltam kint egy, egy hónapja, amikor meghallgattam a diplomákat, és megismerkedtem a tanszakkal, és nagyon szeretem, nagyon jó fejek. Megismerkedtem a tanárokkal is, az egyik, egyiknél már voltam órán, viszont a másikat azt csak így interneten keresztül ismertem meg, és beszélgettem vele is, és meg nagyon megnyugtató volt, és uh, emellett még azt várom, hogy nagyon sokat tudjak szakmailag fejlődni. Kristóf számára sosem volt kérdés, mindig is tudta, hogy zenével szeretne foglalkozni. Határozott céljai és tervei vannak a jövőt illetően is. Nagyon szeretnék uh, szólókoncerteket játszani, valamint kamarakoncerteket is majd uh, felnőttként, viszont uh, mindig is nagyon vonzott a tanítás. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy egy uh, Középiskolában vagy akár egyetemen tanítanám a szakszofont, és ö, emellett járnék akár versenyekre, és, ö, és emellett koncertezni. Kristóf azt is elmondta még, hogy bár nem követelmény a francia nyelvtudás az egyetemen, ő mégis már egy éve intenzíven tanulja, hiszen előfordulhat, hogy lesznek majd órák, amiket ezen a nyelven fog hallgatni.